Eddig több mint 20 filmben és színházi darabban szerepelt, valamint több tucat film betétdalát is ő énekli, több mint 50 dalának saját maga a szerzője. Néhány perc múlva Kovács Kati meséli el, miként készül a szeptember 12-i életmű koncertjére, amelynek a Budapesti Kongresszusi Központ ad otthont. Szomjas a föld és éhesek a fák, add már, uram, az esőt, sárga a zöld és száraz a világ, add már, uram, az esőt, húkad a búza, meghal a virág, add már, uram, az esőt, hozd el a csúnya idő, add már, uram, az esőt. Az évre a fiú meg a lány, add már, uram, az esőt, hőg a sok állat eledel után, add már, uram, az esőt, könnyei köntözik csak a legelőt, add már, uram, az esőt, fújd el a gonosz időt, add már, uram, az esőt, add már. Köszöntjük a Libretto vendégeként Kovács Kati, Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művészt. Jó estét kívánok! Köszönöm, szervusztok! Szervusztok, Attila! Hányszor kérték tőled ezt a dalt ebben az aszályos nyári időszakban? Azt nem tudom megmondani, hogy hányszor. Nagyon sokszor kérték tőlem. Ezt mindenképp énekelj el. Egyetlen egy hely volt, ahol azt kérték, hogy nehogy elénekeljem, mert itt nyaralók vannak és a nyaralók szeretnének maradni. Napozni. Igen, igen, napozni. Most Attila azt kérdezte, hogy vajon ezt a dalt hányszor kérték tőled, de mi volt az, amit a legtöbbször kértek tőled, és ez most mondjuk autogramot biztos ezt fogod rámondani. Vagy fotót, közös képet, igen. Vagy fotót, igen. Az utóbbi egyébként most nagyon nagy divat, csak egy picit azt mondja, a színpadon odajött valaki, és azt mondta szombaton, hogy készíthetünk egy selfit. Mondom, bocsánat, megy a műsor. Jó, műsor közben mindez? Műsor közben, ez Majosházán volt, ahol egyébként nagyon-nagyon kedvesek voltak, és úgy elkereszteltem a polgármester urat, úgyhogy most helyesbítek. Úgy hívják, hogy Zsíros Viktor a polgármester urat. Elnézést kérek mindenkitől. Közönség felsóhajtott, amikor elkereszteltem, úgyhogy mondtam, én vagyok a keresztanyú. Innen is üdvözöljük. Van ilyen néha. Életmű koncertre készülsz, amelyre szeptember 12-én kerül majd sor. Hát egy nagy lélegzetvétel? Mi előz meg egy ilyen készülődést? Attól tartok, hogy megelőzi 100 infarktus, így kezdődik. Hanyadiknál tartasz? Az hiszem a 99-nél. Mert nem tudjuk, hogy mit tegyünk be, mit hagyjunk ki, és már érkeznek a kívánságok, hogy akik megvették a jegyeket, akkor jönnek a kívánságok, eljöttek az előadásokra mindenhová, és mondták, hogy ezt mindenképpen hát jobb, ez így nekem elfutok, elmegyek. Hát akkor a kívánságoknak kell megfelelni. Csak akkor nem lenne több, mint olyan 4-4,5 óra, gondolom, a koncert, ugye? Nagyon nehéz, igen. Hát pár évvel ezelőtt, amikor voltunk a Kongresszusi Központban, akkor pontosan az volt a problémánk, mit hagyjunk ki. De most figyelembe kell venni a közönséget, mert ugye mégis közönségnek énekelünk, úgyhogy legközelebb azt szoktam mondani, ti énekeltek helyettem. És van egy fórum, ahol megtalálnak, hogy Kati ezt meg ezt szeretnék? Küldenek ilyen e-maileket vagy üzeneteket? Van egy ilyen fórum, de én nem kezelem a számítógépet. Ez részben jó, részben rossz. Azt szoktam mondani viccből, hogy a családomban sok kisgyerek van. 5 évesek, 3 évesek, mindenki kezeli a számítógépet. Mondtam, micsoda image vesztés, micsoda égés, hogy
azt mondják a gyerekek, hogy nem tudod megtanulni. Úgyhogy mindig dolgoztam, vezettem, és egészen egyszerűen nem volt rá időm. Most ebben a korban, ha neki kezdenék, akkor a gyerekekkel kéne először megvívni a harcomat, de már nem merem. De van segítség. Igen. Személyesen jönnek oda egyébként a kérdésedre. Egy ilyen nagyszabású koncerten bizonyára nem kívánsz majd egyedül fölmenni a színpadra, és gondolkodsz már sztár vendégben. Ki a kiválasztott? Van egy kedves kollégám, Karácsony János James, becenevén James, és vele már énekeltünk többször a sportcsarnokban, még a régi sportcsarnokban, de tavaly Egerben is volt egy csíkzenekaros koncertünk. Én is vendég voltam, ő is vendég volt, úgyhogy együtt muzsikáltunk a színpadon. Nem veszítettük el egymást, hál' Istennek, én nagyon szeretem, ahogy énekel a James, és ahogy gitározik is. A frizuráját ezt kicsit átszabnám, de erre azt mondták a rajongóim, hogy először saját hajadat kéne ilyenre lenyíratni, mint az Attiláé például. Hát még gondolkodom rajta. És ugye a szimfonikusok is segítik majd az előadást, egy komoly zenei zenekar. Képzeld el, először egy kisebb létszámú, a Monarchia együttes kíséretében énekelünk többek között, Schuster Andrea vezetésével, és azt mondták, hogy én is szeretnék játszani. Úgyhogy most pillanatilag 3 cselló van, ha jól mondom. Igen, ellentétben az egyen, mert a kollégákkal már dolgoztunk együtt többször, és mindenki szívesen kísérne. De jó, itt ilyen kellemes, hűvös van most. Melyik a kedvenc dalod? A saját kedvenc dalod? Hú, de jó, tetszett kérdezni? Hát, én mindig azt szeretem, amit a közönség szeret, de van egy kedvencem, az a cím, hogy ez a nap az én napom. Az én napom. Egyébként, amikor készült egy vagy két évvel ezelőtt a dal, akkor én igazság szerint a sportolóknak szerettem volna elénekelni, akik nyertek olimpiát vagy világbajnokságot. Szóval tulajdonképpen barátságról szól a dal. Ez a kedvencem még mindig. Azt én szoktam mondani, hogy ez egy világsláger lenne, ha én nyernék egy olimpiát, mindenhol ezt énekelni. Én mikor megtudtam, hogy ma veled beszélgetünk, akkor rögtön az a dal ugrott be, hogyha legközelebb látlak, és nem a folytatása miatt. Mert hiszen figyelsz rá. Igen, én figyelek rád, nem fordítom el a fejem, de hogy azt annyira szeretem, ahogy énekled. Az úgy olyan jól megvan írva a dallama és a szövege is, és annyira szeretem, ahogy énekled. Igen, nem az én érdemem, a Koncz Tibor írta és Szenes Iván a szöveget. Ezt már biztosan elmeséltem sokszor, de olyan aranyos történetem van. Kint voltunk Kubában egy pár évvel ezelőtt, és ott énekeltem. És a közönség jött utánunk mindenhová, kísértek bennünket. Egy hónapon keresztül turnéztunk a zenekarommal, az Universal együttessel, és a közönség megtanulta magyarul. De ahogy énekelték, az pontosan olyan, mint tudod, nekünk van egy énekesünk, egy ilyen kis csinos fekete fiú, hogy is hívják. Nem egyetlen tudom. Egy. Páku. Ja, hogy és akcentussal, igen. Ugyanazzal az akcentussal énekelte a kubai közönség, hát ott nem féltek rá, az öbetűket se tudták kimondani. És de ez olyankor mind nem számít. Persze. Nem lényeges, azt se tudták, hogy mi a hangulata szóval fontos, így van. Mondjuk én elmondtam körülbelül spanyolul, hogy cuando yo te vea la próxima vez, no te atenderé. De hogy pontosan mit jelent, nem azt előbb megtanultam, hogy cerveza. És ilyen jól beszélsz spanyolul, hát vagy csak sör, ennek emlékszem. A dalnak a... Igen. Vagy ennek a tudta, dalnak van meg... De hát rá van így. Beszélik ezt is, azt is, de biztos hallottam valamit. Nem beszélek spanyolul. Egy kicsit németül, egy kicsit sokat megértek angolul, de nem tudok beszélni. Azokon a helyeken, ahol voltam, egyébként ott sokkal több minden ragad rám. Amit csak úgy megtanulok, hát Japánban, japánul énekeltem egyszer egy dalt. Arra még emlékszel? Hogyne. Stekina, a oisha tsukita anataga, watashi ni ko e kakeru, dokoka no, shiroi chiisa na kafe de, és így tovább. Hát tőled még ez is jól hangzik. Engem az érdekelne, hogy ennyi év után, hogy néz ki a fellépési napon, a koncertnapon a rutinod? Biztos megvannak a kis szokások, a kis dilik, ha úgy tetszik. Igen, a legnehezebb dolog, ezt egy férfi soha nem fogja megérteni, a ruha. Mit vegyünk fel? Olyan ruhában nem lehet, amelyik csak ilyen, németül úgy mondják, hogy stéklejd. Tehát, hogy amiben csak állni lehet. Egy énekes az énekel. Mozog. Fizikai munka. Hát egy kicsit olyan, mint egy helyben futás, mondjuk, de kell, hogy rugalmas legyen ez a ruha, szép legyen, elegáns legyen, akkor ne látszódjanak rajta esetleg a mit tudom én, a smink. Vagy valami. Szóval az egyik legnagyobb gond kiválasztani a ruhát, de ami lényeges, hogy én már egy ilyen tévéműsor előtt sem alszom. Úgy kipattan a szemem éjjel 2-3 körül, hogy
Már várod, hogy jöhess azért? De édes vagy? Igen. Vagy ahogy másképp mondanám, igen, hogy megfelelő legyek. Igen. Tökéletes voltál ma is, vizsga, mint mindig. Vizsgadruk, igen. Tökéletes voltál, és szeptember 12-én is biztosan az leszel. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzá. Köszönöm szépen én is.